A Vasas visszalépése miatt csupán három csapat vett részt a 14. királykupán. A házigazda Haladás mellett a szintén NB1-es Paks, valamint a másodosztályú Sopron lépett pályára az előkészületi tornán. A két élvonalbeli együttes összecsapásán elmaradt a várt nagy küzdelem, ugyanis az atomvárosiak meggyőző játékkal 2-0 arányban legyőzték a vasiakat. Csertői Aurél legénysége láthatóan jóval előbbre tart a felkészülésben. Mind a két csapaton érződött, hogy egy két hetes felkészülés után jöttünk ide edzőtáborba, az ellenfél is nagyon keményen edzett. Persze lehet finomítani, meg pontosabban kell futballozni, de most ebben az időszakban tökéletesen sikeredett. A Haladás csapatának a mérkőzés elején volt néhány komolyabb helyzete. Az új támadó Miroslav Grumic is jól mozgott elől, de a védekezésben sok volt a hiba, ezek közül kettőt góllal büntetett az ellenfél. Az első részében, az első fél időben jól játszott a csapat, és abszolút helyzeteket tudott kidolgozni. A védekezésünkben azért még van hiányérzetem, és ezen mindenképpen változtatni kell. Mind a két gólnál azért, ami hibán kellett, persze a gól az mindig hibából esik, de azért olyan védekezési hibák voltak, amit mindenképpen ki kell majd javítanunk majd itt a kezdésre. A királykupát utolsó helyen záró szombathelyek július 15-én a bajnokság első fordulójában a címvédő Budapest Honvéd otthonában lépnek majd pályára. Addig sokat kell javulniuk, ha méltó ellenfelei akarnak lenni a fővárosi alakulatnak.